az örömhöz vezető út a kapcsolatteremtés, a szomorúság ösvénye pedig az elkülönülés. Miért nagyon-nagyon fontos az, hogy észrevegyük, hogy egy elidegenedés irányába megy a világ. Az emberek bezárkóznak, és nagyon rosszul érzik magukat ettől. Ha a saját nyomorúságodat akarod másképp megélni, a legjobb dolog, amit tehetsz, hogyha elkezdesz más emberek felé nyitni, elkezdesz valakiknek segíteni. Ha rosszul érzed magad az életedben, ha szomorú vagy, ha nem találod a motivációdat, ha úgy érzed, hogy padlón vagy, és minden szempontból összecsapnak a hullámok, a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy keresel valakit, valakiket, akiknek tudsz adni, tudsz segíteni. Mert ez érzelmileg nagyon-nagyon sokat fog neked és az egész világnak adni. Azt mondja a Dalai Láma is, hogy lebecsüljük azt, hogy mit jelent az, amikor egy ember a világban egy valamit tesz. Pedig annak elképesztő hatása van, nem csak a fizikai síkon, hanem sokkal inkább az egészre, amit van körülöttünk. Képzelj el két jéghegyet az óceánon, ami akár több száz kilométerre van egymástól. És ezek látszólag teljesen függetlenek. Ha megnézed, akkor a felszínen ez a két sziget, ennek semmi köze egymáshoz. Képzeld azt el, hogy fogod, és az óceánból, az óceánnak az aljáról kihúzod a dugót. És elkezded leengedni a vizet. És amikor ez lefolyik, akkor fogod meglátni azt, hogy ez a két sziget, ez ugyanannak a része. És azért olyan csodálatos, amikor emberek összejönnek újra, mint régen a tábortűz körül. Leülnek, szeretik egymást, figyelnek egymásra, mert ez pont erről szól. Mindannyian emberek, ugyanannak vagyunk a részei. És a ruhanó mindennapokban, amikor a kihívásokkal nézel szembe, amikor a csekkekkel harcolsz, vagy éppen más feladataid vannak, akkor erről megfeledkezünk. Utólag jön rá az ember, hogy a kis dolgok az igazán nagy dolgok. A világon, az életben a legjobb dolgok nem is dolgok. Nem tudod megvenni. Élmények, pillanatok. Nem tudod pénzzel megvenni, nem tudod materiális dolgokra cserélni. Amit a gyermekem rajzolt óvodába nekem, amikor először írta le, hogy apa. Szerinted én azt mennyiért adnám el azt a rajzot? Pedig nem egy munkácsi. A kutyát nem érdekli, hogy mennyit ér egy munkácsi. Azt az én fiam csinálta. Az egy emlék. Ez ami igazán számít. És ahhoz, hogy ezt megtanuljuk értékelni, ahhoz nincs szükség arra, hogy bármit is elveszítsünk. Tudod, mire van szükség? Hogy elkezd az elmédet átprogramozni. Elkezd végre úgy koncentrálni, úgy gondolni az élet dolgaira, hogy megtaláld benne ezt a gyönyört. Hányszor van az, hogy el kell veszítenünk valakit, vagy valamit, ahhoz, hogy megtanuljuk értékelni. Bejárta a Facebookot egy kép, oda volt írva egy mondat, hogy ki az, akivel leülnél egy órára beszélgetni egy padra. És nézegettem a kommenteket. Legalább 90%-ban olyanokat írtak oda az emberek, akik közeli hozzátartozójuk, és már nincsen velük. A kérdésem megint költői feléd, hogy te, amíg megteheted, leülsz vele. Aki nincs köztünk, azon már nem tudunk változtatni. Vagy másképpen kérdezve, és nyilván elévük mindig kivételek, de vajon azok, akik odaírták ezt, annak idején, mikor még megtehették volna, vajon leültek velük? Ha olyan szerencsés vagy, hogy az ember, akire most gondolsz, legyen a valamelyik szülőd, vagy gyermeked, vagy testvéred, vagy bárki, aki most eszedbe jut, hogy fontos számodra, ha olyan szerencsés vagy, hogy még megteheted, hát könyörögve kérlek, hogy ma, vagy holnap, vagy attól függően, hogy milyen fizikai korlátai vannak, de mi hamarabb, ülj már le vele arra a padra, vagy bárhova, egy kapucsinóra, egy teára, és beszélgessetek. Az embert valamilyen hatás éri, akkor kérdéseket szokott feltenni magának. Az nem mindegy, hogy milyen kérdéseket teszünk fel magunknak. Mert hogy amilyen kérdést teszel fel, abban benne van a válasz. Ha azt kérdezi magától valaki, hogy hogy lehetek én ilyen szerencsétlen, akkor azt fogja látni, hogy így, meg így, meg így, meg így.
a leggyakrabban feltett kérdések, amiket az ember egy kihívás kapcsán megél, hogy miért pont velem történik? Ki az, aki kérdezett ma magától ilyet őszintén? Miért pont velem kell, hogy történjen? Miért nem a másikkal? Miért megint velem? Miért mindig velem történik ez? Ennél már egyen jobb kérdés lehet, hogyha azt kérdezzük magunktól, hogy miért pont ez történik velem. Nem az a kérdés, hogy miért veled történik, hanem hogy miért ez történik. A tudatosságnak különböző szintjein lehet erre válaszolni. Van, aki azt mondja, azért, mert a szüleim rohadékok voltak, azért, mert a kormány, a főnököm, bárki ilyesmi, ők az okozói ennek. De van egy másik szint, amikor eljutsz odáig, hogy azt mondod, hogy igen, én vagyok az okozói az életemben azoknak a dolgoknak, ami történik, vagy ha nem annak, ami történik, akkor azért, hogy én arra hogyan reagálok. Aztán annál már sokkal jobb kérdés lehet, hogyha eljutunk odáig, hogy mit tanulhatok ebből. És a következő kérdés az pedig az, hogy mit tudok másképp tenni a jövőben. Mi az, amit másképpen tudok csinálni? Nagyon érdekes és jellemző ránk emberekre, hogy nagyon sokszor belelépünk ugyanabba a bizonyos szituációba. Talán te is észrevetted, hogy a régi ismerősökkel találkozol, mondjuk nem találkoztál vele 5 évig, de mondjuk tipikusan egy osztálytalálkozó vagy egy ilyen emblematikus dolog, ami így ismétlődően van, ez alkalmas erre, hogy megélhesd azt, hogy elkezdtek beszélgetni, na és mi történt veled az elmúlt években? Hát megint elhagytak, hát, megint kirúgtak, hát, megint csődbe mentem. Vannak ilyen körbe-körbe járó dolgok, amikor az ember ugyanazt a bizonyos dolgot teremti, és ennek az az oka, hogy nem változtatja meg a kérdéseit, nem tanulja meg ebből, amit kellene, ami lesz kellene számára. Ki az, aki úgy érzi, hogy manapság felgyorsult a világ, és nagyon nehéz fókuszáltnak lenni? Hadd osszak meg veletek egy újságcikket. Felolvasom, elnézést, hogy nem magoltam be, nem tanultam meg szó szerint, de nagyon tanulságos lesz szerintem. Következőképpen hangzik. A világ túlságosan is nagy számunkra. Túl sok minden történik. Túl sok a bűnözés, túl sok az erőszak, túl sok az izgalom. Bármennyire is igyekszel, lemaradsz a versenyben. Teljes erővel igyekszel lépést tartani, mégis elveszted a talajt a lábad alól. A tudomány olyan sebességgel ondja a felfedezéseit, hogy reménytelenül megzavarodva rogyadozunk alattuk, a politikában olyan gyorsak a változások, hogy képtelen vagy követni, ki kerül be és ki kerül ki. Mindenütt óriási nyomás nehezedik ránk. Az ember már nem képes ennél többet elviselni. Ez egy újságcikk, de a lényeg most következik. Hogy mikor és hol jelent meg. 1833-ban The Atlantic Journalben. 1833-ban, tehát majdnem 200 éve. Már akkor is így nyilatkoztak a világról. Most akkor ehhez képest képzeld el, hogy mi van most. 2019-ben azt mondhatjuk, hogy egyetlen egy nap alatt annyi impulzus ér téged, mint az 1600-as években egy embert egy egész élet alatt. Fel tudod ezt fogni? Fel tudod fogni, hogy mekkora jelentősége van annak, hogy a mai nap megtervezd a 2019-es céljaidat és arra fókuszálj? Döbbenetes, hogy mekkora hatása lehet ennek az életedre. Ki az, aki úgy gondolja, hogy a gondolatai hatással vannak az életére, a jövőjére? Ki az, aki közöltek így gondolja? Hogyha egyetértünk abban, hogy a gondolataink hatással vannak a jövőnkre, akkor ehhez képest az a kérdésem, hogy ki az, aki kristálytisztán tudja, látja maga előtt azt, hogy 5 év múlva hogyan akar élni? Az lenne a cél, hogy mindenki ezt, ha álmából hajnal 2-kor felébresztik, akkor is el tudja mondani. Szoktam volt mondani, hogy 10 évre van szüksége ahhoz, hogy az ember hirtelen sikeressé váljon. De ki az, könyörgöm, aki tényleg egy valamibe hajlandó beletenni 10 évet? Egy kapcsolatba, egy sportágba, egy vállalkozásba, egy megtakarításba, egy egészséges életmódba. Apusom nagyon jó példa volt erre,
hogy mennyire az azonnali eredményt várjuk. Azt vette észre, hogy a tükörben nézett, hogy ráncos a szeme alatt. És mondta anyósomnak, hogy hát adjon már rá valamit, hát ráncos a szeme alatt. És akkor anyósom adott neki egy szemránckrémet, este bekente apósom, lefekült aludni, reggel felkelt, nézte, ugyanúgy azt mondta, ez egy szar. Ugye hányszor vagyunk így, hogy azt reméljük, hogy pillanatok alatt lesz valami pozitív változás az életünkben. És én meg pont ezt mondom, hogy ha az ember eldönti azt, hogy mit akar, hajlandó-e arra, hogy mondjuk elkezdjen egy árkot ásni, egy gödröt ásni, és azt addig ássa, amíg az 10 méter mély lesz. Nem ez a jellemző, hanem az a jellemző, hogy az emberek 10-1 méter mély árkot ásnak. Ez ugyanaz? Milyen érdekes. Akkor azt mondják, hogy neked könnyű. Ki az, akinek mondták, hogy neked szerencséd van? Ugye? Szóval arra biztatlak, hogy 10 évet tegyél bele. A másik pedig, hogyha már 10 évről beszélünk, a Van élet a halálügy című könyvben van egy olyan fejezet, aminek az a címe, hogy kitartás kontra makacsság. Mert a makacsság az az, amikor érzed, hogy nem jó irányba mész, de csak erőlteted. Kitartásra akkor van szükség, ha már tudod, hogy jó irányba mész. És hogyha egy olyan árkot ásol, ami tudod, hogy nem a tied, akkor viszont ne ásd 10 év. De ha egyszer már elkezdted, és most veszed észre, hogy basszus, ezt az árkot ásom, ezt a munkahelyet, ezt a nem tudom micsodát 10 éve, annál, hogy valamire elpazarolsz az életedből 10 évet, csak egyetlen egy rosszabb dolog van. Hogyha 10 évet és egy napot pazarolsz el. Mik azok a félelmek, amik a leginkább ott vannak az emberekben a mindennapokban? Az első, az abszolút a szorongás. A szorongás mégpedig attól, hogy nem vagyok elég jó, és nem vagyok elég szerethető. Vagy szorongok attól, hogy mikor találom már meg a hivatásomat végre. Azt a kurva hivatást már mióta keresem. De figyeltek emberek, vannak dolgok, amiket nem lehet megerőszakolni. Ki az, aki próbálta már erőltetni azt, hogy hamarabb tudjon elaludni, és nem annyira sikerült? Ki az, akivel volt már ilyen? Aludj már! Hát mindjárt fel kell kelni, aludj már! És nem jön össze. De miért? Mert rágörcsölsz. Hogy jön úgy, amikor relaxálj, amikor valaki elkezd meditálni, tanulni, és azt mondja, hogy én meditálok, alfába megyek, most megyek alfába. Hát nem mész sehova, mert erőlteted. Szóval a szorongás attól, hogy van egy elvárása a világnak veled szemben, ez a külső okok miatti szorongás, de tudod, mi a legnyomasztóbb? A saját elvárásaid magaddal szemben. Ez sokkal gyilkosabb, mint amit a külvilágtól kapsz. Sokkal jobb ember vagy, mint amilyennek hiszed magad. Sokkal jobb ember vagy. Te vagy saját magad legfőbb kritikusa. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy a külvilág egy tükör, tehát nyilván, ha te magadról azt hiszed, hogy te ilyen-olyan-amolyan vagy, akkor a külvilág ennek fog megfelelni. Ha te annyira értékeled magad, hogy téged senki se szeret, egyébként mielőtt olyat mondanál, ki az, aki mondott már olyat, hogy engem senki se szeret, őszintén? Kérdésem felétek, hogy mind a 7 milliárd embert megkérdezted? Tudom, hogy ez így hülyén hangzik, de tényleg abból levonni messze menő következtetéseket, hogy valakit elhagynak, és attól szorong, hogy soha többet nem lesz párja. Ki az, akit hagytak már el? Ki az, aki úgy érezte például, amikor elhagyták, hogy ő belehal? Ki az, akivel volt ilyen? És ki az, aki tényleg belehalt? Szóval csak azt akarom mondani, ez a szorongásnak a legnagyobb része az nem valós alapokon nyugszik. Amikor te elkezdesz félni attól, hogy mit fognak rólad gondolni az emberek, azért azt hadd mondjam el, hogy a legtöbb ember a te életedben akkor gondol rád, amikor azon gondolkozik, hogy te mit gondolsz róla. Nem érdemes azon túl sokat rágódni, hogy mit gondolnak rólad mások, mert ha megtudnád, hogy milyen keveset gondolnak rád, még meg is sértődnél. Azt hiszed, hogy mindenki veled foglalkozik? Nem. Szeretnéd, de nem. Jó lesne, de nem.
Milyen fontos, hogy az ember hogyan fogalmaz. Én, mint a magyar nyelv szerelmese, mindig odafigyelek erre, és erre biztatok mindenkit. Ugye mondjuk, hogy a magyar az képi nyelv. Nézd csak meg, hogy mikor azt mondjuk, hogy nincs semmi baj. Ha ezt a három szót külön megvizsgálod, akkor a nincs, az nem feltétlenül pozitív. A semmi, ugyanez. És a baj, az meg kifejezetten negatív szó. És mégis mire használjuk, jót akarunk kifejezni vele. De képzeld csak el, mennyire másképp éreznéd magad, ha azt mondanád, hogy minden rendben van. Nézd csak meg ezt a szót, hogy minden, rendben, és van. Nincs semmi baj, vagy minden rendben van. Apróságnak tűnik, de hidd el, hogy az életedre vonatkozóan óriási jelentősége lesz. És sokszor beszélek arról is, hogy van a önfejlesztés pokla, amikor az ember újabb és újabb bugyrokat vesz észre, hogy basszus, hát ezt is én csináltam magamnak ezt az egészet, 10 éve ebben vagyok, 10 éve rossz irányba megyek, 10 éve nem változtattam ezen. És emiatt az ember sokszor elkezdi bántani magát, amikor rászakad a terhe annak, hogy mennyire másképp tudta volna alakítani az életét, vagy neki kell változtatnia, és nem annak, akitől ő várta, nem onnan kell, hogy jöjjön a megoldás, ahonnan ő várta, hanem hogy ő tud változtatni az életén. Éppen ezért arra biztatlak titeket, hogy ha a hangulat ingadozásait vannak a mindennapokban, akkor az teljesen normális. Nincs olyan ember, akinek nincsen. Nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy amikor hangulat ingadozásod van, akkor mit csinálsz? Nyalogatod a sebeidet, benne maradsz ezen a mély ponton, vagy elkezdesz fókuszt váltani, elkezdesz olyan dolgokra koncentrálni, amelyek lelkesedéssel töltenek el, megvizsgálod azt a befolyásolási kör és az érdeklődési körnél, hogy mire lehet hatásod. Amikor elkezdesz aggódni, amikor elkezdenek jönni ezek a hullámvölgyek, akkor 90%-ban legalább olyan dolgokra koncentrálsz, amire nem lehet hatásod. Akkor kapod vissza a saját motivációdat, a lelkesedésedet, amikor rájössz arra, hogy neked lehet hatásod. És még ott is az van, amikor azt mondod, hogy most már tudom, hogy nekem lehet rá hatásom, de egyelőre nincs erőm, egyelőre nem merem megtenni, egyelőre félek attól, hogy milyen következménye lehet. Ez már egy óriási előrelépés, de mégis sokkal rosszabbul fogod érezni magad, mint mielőtt másokat hibáztattál, akkor az könnyebb volt. Nem megoldás semmire, tehát a megoldáshoz vezető út az először is a személyes felelősség vállalása, és amikor ezt megteszed, akkor teljesen normális, hogy hangulatingadozásodban rosszabbul érzed magad, és kell hozzá egy idő, amíg ezen túl tudod tenni magad. Ez teljesen normális. Hát gondold azt el, hogy x éven keresztül volt egy elképzelésed a világról, a társadról, az emberekről, a problémáidról, a megoldásokról, és kapsz egy olyan hatást, ami merőben eltérő ettől, és nem azt az utat választod, hogy ezt lesepred, és azt mondod, hogy egy hülyeség, hanem elkezdesz ezen gondolkodni. Nyilvánvaló, hogy ezek lehetnek fájó pontok, fájó felismerések, emiatt ne bántsd magad, ez része a folyamatnak, része a fejlődésnek, hogy ezt fogadd el, és tudd, hogy ez így teljesen rendben van. Amikor azt kérdezem az emberektől, hogy szoktak-e magukban beszélni, van, aki automatikusan rávágja, hogy természetesen igen, van, akinek egy kicsit gondolkodnia kell rajta, de ez is már önmagában annak a folyamatnak a része, amikor az ember tudatosítja, hogy hát éppen most is ezt teszem. A tény az, hogy mindannyian egyfolytában beszélünk magunkban, aminek kettő eredménye lehet. Lehet egy nagyon pozitív, hogyha folyamatosan dicsérjük és pozitívan vélekedünk magunkról, lehet egy nagyon negatív, amitől pedig rettenetesen érezzük magunkat. Hogy mitől alakul ez ki? A gyerekkorunkban átlagosan 17-szer kapunk megrovó gondolatokat, amíg egyetlen egyszer pozitívat. Nyilván ez egy átlag, lehet, hogy a te esetedben ilyen sokkal kedvezőbb volt a kép. Az eddigi tapasztalataim alapján az a sok ezer ember, aki megtisztelte azzal, hogy eljött a tréningjeimre, arról számolt be, hogy bizony az ő életében is körülbelül így néz ki. Na most ennek köszönhetően, mire felnövünk, addigra egy önbüntető automatává válunk, mert ez a negatív szemléletmód magunkkal kapcsolatban beépül. Miért kellett most megszólalnom, most se értem oda, megint elszúrtam, mindig ilyen rossz dolgokat teszek. Tehát egyfolytában az legtöbb ember ilyen negatív dolgokat mond magában. És ennek köszönhetően, ennek eredményeképpen rettenetesen érzi magát. A legtöbb, amit tehetsz a saját belső jó érzésedért, hogy jobban érezd magad a saját bőrödben, hogy nyakon csíped magad, és elkezded kicserélni ezeket a mondatokat. Az egyik legjobb módja lehet ennek, hogyha elkezded megfigyelni, hogy milyen kérdéseket teszel fel magadnak. Mert hogy mit találsz az életben, az attól függ, hogy mit keresel. Hogyha például olyan kérdést teszel fel magadnak, hogy hogy lehetek ennyire szerencsétlen, akkor az életben azt fogod meglátni, hogy így, meg így, meg így, meg így. Mi lenne, ha kicserélnéd ezt a kérdést, és azt mondanád magadnak, amikor nyakon csíped magad, hogy hogy lehetek ennyire szerencsés, mert ugyanúgy meg fogod találni rá a választ, hogy így, meg így, meg így, meg így.
Szóval a lényeg, hogy ne magadon kívül keresd a megoldást, hanem saját magadban. Csípd magad nyakon, hogy milyen gondolatok foglalkoztatnak egész nap, mit mondogatsz magadnak egyfolytában, és miután nyakon csípted magad és a rád nézve negatív gondolatokat kicserélted pozitívra, a kérdéseket átfogalmaztad, nem fogsz magadra ismerni, annyival jobban fogod érezni magad a saját bőrödben. Ki az, aki volt már olyan mozifilmben, amit soha az életben nem nézne meg még egyszer többet? Az az érdekes, hogy a saját mozidnak te vagy a rendezője és te vagy a vetítője is egyben, és kérdés az, hogy a saját mozidat vagy-e hajlandó vagy-e megváltoztatni, vagy ugyanazt a pont-pont-pont filmet nézed minden nap és panaszkodsz rá. Szeretném, ha tudnád, hogy van lehetőséged változtatni ezen, és ki az, aki észrevette már magán, hogy szokott magának feltenni kérdéseket? Yeah. Viszont nagyon nem mindegy, hogy milyen kérdéseket teszel fel, mert a kérdéseid miensége határozza meg az életed minőségét. Azt, hogy milyen kérdéseket teszel fel magadnak, azon fog múlni, hogy hogyan érzed magad minden nap a bőrödben. És ez nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mire fókuszálsz. Mi az, amit észreveszel az életedben? Hogyha ránézel erre a light lapra, akkor gyönyörű, igaz? Egységes, szép fehér. Mindenkinek nagyon-nagyon tetszik. Egészen addig, amíg meg nem fogok egy filztollat. Ja, ránézel erre a papírra, ránézel erre a lapra, akkor mi az, ami először megragadja a figyelmedet? Azonnal oda szegeződik a szemed arra a sötétkék, vagy eredetileg feketének tervezett pontra. És ez nagyon fontos felismerést lehet, hogy az életedben is mire figyelsz, mi az, amire fókuszálsz, mert abban, hogy mire koncentrálsz, az, hogy minek adsz energiát, az, hogy mire figyelsz, az fogja meghatározni azt, hogy hogyan fogod érezni magad. Ha megváltoztatod a fókuszodat, és megváltoztatod azt az értelmezést, amit ezzel kapcsolatban hozzá párosítasz, ugyanis sokszor mondom, hogy az életben csak 10% az, ami történik veled, és az 90%, hogy te ezt hogyan értelmezed, hogy te milyen jelentést párosítasz hozzá. De nagyon fontos, hogy mire fókuszálsz. És ha megnézed, hogy ennek a lapnak mekkora része az a csokis nugát, és mekkora része van, ami nem, és megnézed azt, hogy az életedben mi az, ami jó, mi az, amiért hálás lehetsz, mi az, aminek örülhetsz, nagyon-nagyon fontos, hogy mire koncentrálsz. A mi lenne, ha kérdést ugyanúgy felteszi az optimista, meg a pessimista is, csak teljesen másra fog koncentrálni, hogy hogyan fejezi be. Milyen elvárásai vannak az élettel kapcsolatban, milyen szenáriókat, milyen lehetőségeket lát a jövőjét illetően. Azt látja, hogy érte történnek a dolgok, és véletlenül jó dolgok fognak történni, vagy attól fél, hogy rossz dolgok fognak történni vele. Ugye te hogyan állsz hozzá egy kihíváshoz, mit szoktál mondani, amikor egy nagy feladattal nézel szembe? Azt szoktad mondani, hogy te erre képes vagy és meg tudod csinálni, és elszántan állsz hozzá, vagy behúzott füled farkad, és azt mondod, hogy nekem soha nem sikerül semmi, a mi családunk az ilyen, ez mindig csak a burzsolyoknak jön össze, a gazdagoknak vannak áll a zászló, kutya is a dombra szalik, és különböző dolgokat elkezdesz ilyen. Úgy látom, megint ismerős, tartottam egy tréninget, ez a mentális nagytakarítás, ahol azzal foglalkoztunk, hogy gyerekkorban kinek milyen mondatok hangzottak el, legyen szó pénzről, párkapcsolatról, ugye, akkor egy apa azt mondja a fiának, hogy édesfiam, minden nő jól főz. Ugye, ez a leggyakoribb útra való. És hogy minden területre hogy milyen mondatok hangzanak el. És megkérdezte az egyik srác, hogy te ott voltál nálunk, vagy honnan hallod ezeket? Hát mondom, ez a legtöbb otthonban így hangzanak el, ezek a végtelenül bölcs mondatok. Ezek önigazolások. Ezek csak arról szólnak, hogy ugyanazt a sémát viszed tovább, és a legkevésbé fájjon. De ez amikor azt mondta, hogy mi lenne, ha végre nekem sikerülne? Mi lenne, ha végre én összetudnám hozni azt, amit eddig nem sikerült a családba még senkinek? És hogyha a reggeledet így kezdett, hogy hiszem, hogy ma valami csodálatos dolog fog történni velem. Este, amikor lefekszek, akkor mindig ezt mondom magamnak, hogy hiszem, hogy holnap rengeteg csodálatos dolog fog történni velem. És gyerekek, nem mondom, hogy nincs kihívás az életemben, mert rengeteg kihívás van. Müller Péter mondta azt végtelenül bölcsen, hogy
A boldog embereknek sem könnyebb a sorsuk, csak más szemüveg van rajtuk. Egész este erről beszélek. Egész este ehhez hozok példákat, hogy hogyan tudod a szemüvegedet megváltoztatni. Hát a legrosszabb dolog az lehet, hogyha nem tetszik a világ, amit látsz, és akkor azt akarod, hogy mondjuk megveszed a világ összes rózsaszín festékjét, és elkezdesz menni az emberek közé, aki nem szimpatikus, aki nem úgy viselkedik, mint te szeretnéd, le akarod festeni. Ami nem úgy történik az életben, ami neked nem szimpatikus, mész a kis festékeddel, és megpróbáld lefesteni. Nagy meló, és nem is fog összejönni. Mennyire más lenne az, hogyha lecserélnéd a szemüveget, amin keresztül az egészet nézed? Boldog embereknek az élete is tele van kihívásokkal. Nekik is elveszítenek szeretett embereket, elhagyják őket, kirúgják őket, bármi ilyesmit, csak egyszerűen másképpen, más polcra teszik, másképpen élik meg. Milyen érdekes, amikor te kitalálsz valamit, hogy meg akarsz változtatni, el akarsz érni, újra akarod teremteni az életedet. Hogy reagál a környezeted? Azt mondja, hogy hát figyelj, szerintem ez hülyeség. Meg kell nézni azt is, hogyha ezt mondja, akkor miért. Két fő oka lehet ennek. Az egyik az az, hogy attól fél, hogy neked összejön. Miért fél attól, hogy összejön neked? Mert el fogod akkor őt hagyni. Nem csak társként, barátként is. Azt fogja érezni, hogy ő már nem lesz elég jó, és nem lesz elég szerethető számodra. Mert te egy más pályán fogsz játszani, egy más szintre fogsz kerülni. És azért, mert téged szeret, azért, mert próbált téged megóvni, hogy maradj vele, ezért próbál lebeszélni arról, hogy te változtass, mert nem akar elveszíteni téged, és nem akarja azt érezni, hogy ő kevés lesz, és nem elég szeretetre méltó. Amikor valaki így viselkedik veled, akkor szeretném, hogyha látnád abban az emberben ezt a szándékot. Ő nem rossz. Ő egyszerűen fél. És a másik része, ami lehet, hogy a saját félelmeit vetíti ki rád. Ő nem merne belekezdeni ebben. Ő nem merne változtatni a dolgokat, mint te, és ezért próbál lebeszélni. Miért? Mert szeret. Aztán persze van az a része is, amikor valaki egyszerűen csak puszta irigységből próbál téged lebeszélni erről. Ugye vakok között félszemű a király. Én azt gondolom, hogy két dologra vágyunk, ami nagyon erősen összefügg. Ez pedig az, hogy szeressenek minket, és mi szerethessünk. A többi az mind csak körítés. És ennek kapcsán én arra biztatlak, hogy törődj az emberekkel. Törődj a szeretteiddel. Képzeld azt el, mit tennél akkor, ha megtudnád, hogy már csak egy órád van hátra. Ki az, akit felhívnál? Mit mondanál neki? Kitől kérnél bocsánatot? Kivel raknád rendbe a dolgaidat? Kinek mondanád azt, hogy figyelj, hagyjuk a francba az egészet, nem érdekel, kinek volt igaza. Akkor miért nem teszed meg? Miért nem hívod fel azt az embert, és miért nem mondod el neki, hogy fontos vagy az életembe? Addig, amíg teheted. Dr. Wayne Dyer két nappal a halála előtt kitett a Facebook oldalára egy gondolatot. A szekrényemben van egy öltöny, aminek kivágtam a zsebét. Arra emlékeztet, hogy semmit nem fogok magammal vinni. Amikor utoljára lesz rajtam, nem lesz szükség zsebekre. Ez a mondat nekem nagyon sokat adott, és mindig megtanít arra, hogy mi az, ami igazán fontos. Mindig visszatérít engem ahhoz, mi az, amiért élünk. Miért mondhatjuk azt, hogy emberek vagyunk, és miért kaptuk ezt a bizalmat. És te is erre vágysz, hidd el, hogy szerethess, és szeretve legyél. És lehet, hogy most azt mondod, hogy hát ez ilyen nyálas szöveg. Hidd el, hogy nem. Mindent azért teszünk, és mindent azért várunk. És nagyon-nagyon faramúci módon van kitalálva a világ. Egyébként egyben brilliáns is. Ugyanis mindig neked kell adnod azt, amire vágysz. Ha te azt szeretnéd, hogy az emberek tiszteljenek téged, akkor először tiszteld te az embereket. Ha azt akarod, hogy az emberek meghallgassanak téged, akkor neked kell kezdened. Ha azt akarod, hogy az emberek szeressenek, akkor először neked kell szeretned. És mit látunk ehhez képest? Hogy az emberek azt várják, hogy a másik kezdjen. Majd ha a Gergő egy kicsit szeret, majd akkor én is. Addig biztos, hogy én kezdjem? A Gergő szeretett egy kicsit én is. Tehát így pipettával méregetjük, hogy mennyit adunk.
De mi lenne, ha te kezdenéd, és azt mondanád, hogy figyelj, nem érdekel, kinek van igaza, egy dolog biztos, én szeretlek. Ennyi számít, semmi más. De a végén fog számítani szerinted? Bármi. Tehát arra biztatlak, hogy merj szeretni, és sokkal jobban fogod érezni magad a bőrödben. Ha csak ezt az egy dolgot megfogadod, akkor élsz. Ha nem mersz szeretni, akkor sose élsz igazán. Ha mersz szeretni, akkor legalább esélyt adsz magadnak. És fogadd is el, és az egész működjön, és ezt hidd el, hogy megint csak nem pénz kérdése. Ezt hidd el, hogy megint nem erről szól, hanem egyszerűen arról szól, hogy törődj a szeretteiddel, törődj az emberekkel, nézd őket emberszámba, lépj oda egy emberhez, és mondd azt neki, hogy te egy csodálatos ember vagy. Ennyi. Kérlek, idézd fel, hogy mi az a három dolog, amit a legjobban szeretsz csinálni az életedben. Jó? Néztek rám úgy, mint a szarvas, amikor felkapcsolják rá éjszaka az országúton reflektort. Így néztek rám. Nem tudjátok? Azt se tudod, hogy mit szeretsz? Ez mekkora felismerés, hogy basszus, panaszkodok az életemre, hogy milyen szar, és azt se tudom, hogy mit akarok. A legtöbb ember azért nem kapja meg, amit akar, mert nem is tudja, hogy mi az, amit akar. Van egy használati utasításod magadhoz, az életedhez? El tudnád nekem most mondani 3 percben, hogy mi az, amiben jól érzed magad, mi az, amiben nem, mi az, amit akarsz csinálni az életedben, mi az, ami nem? Milyen érdekes, amikor azt mondom, valakivel leülök beszélgetni, hogy a tied mostantól a világ összes pénze és ideje, mit csinálnál? Legtöbben azt mondják, hogy De közben szidja a főnökét, az országot, mindent, mindenkit szid. Közben meg, ha rászakadna a bank, meg az időbank, meg a nem tudna mit kezdeni vele. Na, ha megvan, hogy mi az a 3 dolog, amit a legjobban szeretsz az életedben, akkor kérlek, mind a 3-nál idézd fel, hogy mikor csináltad utoljára. És elmondom, hogy mit hallok itt a sorok közül. Ez az életed, ember. És komolyan, tehát hogyha két egyszerű kérdés. Csak azt annyit szeretnék kérni tőletek, hogy tényleg, amikor ma este hazamész, gondolkozz el ezen, hogy mi az a 3 dolog, amit a legjobban szeretsz, mikor csináltad utoljára. Vannak boldog emberek a világon, és vannak boldognak látszó emberek. Te melyik kategóriába szeretnél tartozni? Te kinek éled az életedet? Saját magad örömére? Vagy a külvilágnak akarod vetíteni. Ha az utóbbit választod, akkor azt akarod, hogy a többiek csodáljanak téged. De mire vágysz, hogy egy igazán boldog életed legyen, amiről lehet, hogy a többiek azt gondolják, hogy te boldogtalan vagy, de neked az a jó? Vagy egy olyan életed legyen, ami kívülről gyönyörű, boldognak látszó élet, de te szenvedsz benne. Ki az, aki úgy gondolja, hogy ha megpróbál mindenkinek megfelelni, ha úgy próbálja felállítani az életét, hogy minden úgy legyen, ahogy az másoknak tetszik, akkor őt mindenki szeretné. Ki az, aki úgy gondolja? Egyetlen kezet sem látok a magasban. Ehhez képest akkor az a kérdésem, hogyha viszont mered vállalni magad, hogy te más vagy, ha mersz kilógni a sorból, ha te önmagadat mered adni, akkor fog mindenki szeretni? Ki az, aki úgy gondolja, hogy fog mindenki szeretni? Nem fog szeretni mindenki, biztos lehetsz benne. Nem fog mindenki szeretni. Ne arra, úgyhogy én vagyok a rossz hírhozója, de nem fog. Ezt, amikor megérti az ember és erre rájön, akkor eldöntheti, hogy mivel egyik esetben sem fogja mindenki szeretni, akkor legalább az utóbbi esetben az a néhány ember, az tényleg fogja szeretni. Nem véletlen a mondás, amikor azt mondjuk, hogy nem sok barátom van, de azok megmondják a büdös a szám. Ugye, azok az emberek legalább tényleg közel állnak hozzád, és nem egy kirakatról szól az életed. Mitől a legjobb barátod, vagy miért a legjobb barátod a legjobb barátod? Azt érzed a legjobb barátoddal, ha vele vagy, hogy nem akar megváltoztatni. Neki úgy jó vagy. Nem kritizál. Elkésel 5 percet, nem azzal kezdi, hogy hát, tudod azért. Vagy bármit csinálsz, teszel vagy nem teszel, neki úgy is elég jó vagy. Nincs egy olyan listája, hogy majd elég jó leszel nekem 2. pont. Ha elég pénzed lesz,
ha elég, nem tudom, befolyásos leszel, ha elég sok időt töltesz velem, elfogad olyannak, amilyen vagyok. Így van? Ki az, aki egyetért ezzel? Ez miért fontos kérdés? Belegondoltál már-e abba, hogy milyen isteni életed lenne akkor, ha te lennél önmagad legjobb barátja? Ha elfogadnád magad feltétel nélkül. Mindegy, hogy hogy nézel ki. A legjobb barátod nem fogja mondani, hogy nem tetszik az orrod. És te vajon rendben vagy-e az orroddal? Költői a kérdés. Tehát most, de ez nem csak a külsőségekre vonatkozik. A külsőség az egy tükörben megjelenthető. De az, amikor elkezded magadnak feltenni ezt a kérdést, hogy én az előbb hallottak alapján, meg úgy egyáltalán elég jó szülő vagyok-e? Elég jó barát vagyok-e? Elég jó ember vagyok-e? Elég jó gyerek vagyok-e? Elég jó gyereke vagyok-e a szüleimnek? Hát nem, mert 2 hónapja nem voltam náluk. Tényleg ettől függ? Feltétel nélküli elfogadás. És hogy magadban te mennyire tudod ezt lejátszani, mennyire tudod saját magadat elfogadni? Ez maga egy ajándék lehet. Ne könnyebb terheket akarj, hanem erősebb vállakat. Az élet tele van kihívásokkal, mindig fogsz kapni pofonokat. Mindig lesznek olyan időszakok, amikor úgy érzed, hogy padlóra küld az élet. Ez így van. Lehet, hogy az üzleti életben, lehet, hogy a magánéletedben, lehet, hogy a hivatásod kapcsán, vagy az egészségeddel lesznek kihívásaid. Ugye, ahogy Brian Tracy megfogalmazta, minden egyes embernek átlagosan 3 havonta vannak krízisek az életében. Ha úgy gondolod, hogy ez rád nem igaz, akkor nézd meg a púzusod, mert valószínűleg már meghaltál. Ne gondold azt, hogy valaha is könnyebb lesz. Az élet ilyen. Az élet ettől élt. Azért vagyunk itt, amikor megkérdezzük, hogy miért születtünk. Az én véleményem az egyetlen dolog. Tanulni. Tapasztalni. Tanulni szeretni, tanulni csalódni, tanulni felállni, tanulni megélni dolgokat, tanulni elfogadni dolgokat, feldolgozni, újraértékelni. Én szerintem ezért vagyunk itt. És ehhez nagyon kapcsolódik ez a mondat. Hogyha tudsz valamit változtatni, akkor változtass, hogyha nem, akkor megfogadd el. És a bölcsesség az ott kezdődik, hogyha a kettő között különbséget tudsz tenni. Érdemes azon elgondolkodni, hogy te, ugye arról beszéltünk, hogy vannak a vágyak meg a félelmek, mint 2 cserepes virág, te melyiket szoktad naponta locsolgatni? A félelmeket, hogy mit fog szólni a többi ember, a félelmeket, hogy elég jó lesz, elég szerethető leszel-e, vagy mersz fejest ugrani a vágyaidba, az álmaidba, és mered követni, független attól, hogy nem fog összejönni. Ha megpróbálod, egyáltalán nem biztos, hogy össze fog jönni, de legalább adtál magadnak egy esélyt. És emelt fővel, egyenes gerincsel tudod azt mondani, hogy ez nem jött össze. De ha kihagysz egy lehetőséget, amiatt semmibe fogod nézni magad. Méltó célok, kellően nagy célokba még belebukni is dicsőség emberek. Ha azt mondod, hogy vagy elég tökös, hogy egyedül kimersz tűzni valamit, nem jön össze, bum, de te legalább megpróbáltad. És este úgy fogsz lefeküdni, hogy hullafáradt vagy, de tele van a szíved elégedettsége, hogy én beletettem mindent. És innentől kezdve nem rajta múlott. Ugye Assisi Szent Ferencnek az imájának van egy ilyen részlete, ami arról szól, ennél is, hogy nem szó szerint fogom idézni, hogy Uram, adj erőt, hogy megváltoztassam, amit lehet, vagy kitartást, hogy elfogadjam, amit nem, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. 2 dolog miatt nem érdemes aggódni az életben. Az egyik az az, amire lehet hatásod, a másik meg amire nem. Amire lehet hatásod, akkor emeld fel a testedet, és változtass. Ha meg nem lett hatásod, akkor meg fogadd el. Három lehetséges kategóriát hadd mondjak nektek, amiben nagyon-nagyon sarkosan, de valahol el tudjátok képzelni a saját jövőtöket. Ugye 3 K betűről beszélünk, ami a lehetséges életeteknek a mikéntjét meghatározhatja. Az első K az a ketrec élet. Ha egy olyan életet élsz, ahol úgy érzed, hogy rab vagy az életedben, ahol úgy érzed, hogy nincs választásod,
ahol az a benyomásod, hogy mások irányítják az életed, és te egy áldozat vagy. Ahol a szüleid, a kormány, más emberek fogják megmondani, hogy te hogyan élsz, milyen lehetőségeid vannak, és az egész életed arról szól, hogy másokat teszel felelőssé a saját eredménytelenséged miatt. A másik K az a kényelmes élet. Ez az a kategória, amikor megkérdezik valakitől, és szerintem sokat hallhatjátok, hogy vagy? És akkor azt mondod, hogy el vagyok. Mert azt mondod, hogy végül is nem olyan rossz. Kényelmes, tehát hogy annyira nem fáj, annyira nem is jó, de olyan elmegy az egész. És a harmadik K az pedig a kivételes élet. Amikor egy olyan életet élsz, aminek a végén, ha visszatekintesz rá, akkor azt mondod, hogy wow, ez nagyon durva volt. Erre még egy zsetont bedobnék. Ezt megéri úgy hívni, hogy élet. És ez azért nagyon lényeges, mert azt gondolom, hogy egy életünk van, és hogy milyen értelemben mondom ezt, ennek igazából nincs jelentősége. Egyszer írtam ezzel kapcsolatban egy gondolatot a Facebookon, hogy egyszer élünk, éljünk igazán, és valaki odaírta, hogy biztos, hogy egyszer élünk. Ugye itt van pont az, amit a 6-os, 9-es szimbolizál, hogy honnan nézzük. És én arra törekedtem, hogy ne abba menjek bele, hogy hitrendszereket bolygassak, és hát én is már előző életemben sem hittem a reinkarnációban, tehát nem ez a lényeg, hanem az, hogy egyszerre egyszer élünk, ez teljesen biztos. És ezt az életedet még egyszer nem fogod megélni. Nem az a lényeg, vagy ebből a szempontból nem az a lényeg, hogy hányszor fogsz újjászületni, bár pont ez az az oka, ami miatt annyian kutatják ezt a témát, mert nem akarják, hogy csak ennyi legyen. Nem akarják, hogy csak ennyi legyen úgy, hogy ebből az egyből se hozzák ki azt, ami benne van. Már közben azon gondolkoznak, hogy vajon lesz-e másik. Hitem szerint összesen 2 dolog van az életben, ami tragédia lehet. Az összes többi az legfeljebb körülmény. Ez a 2-ből az egyikkel fog most foglalkozni. Ez pedig az, hogyha reggel kinyílik a szemed, és nem szereted azt az embert, aki vagy. És én azt hittem, hogy ezzel csak én voltam úgy nagyon sokáig. És ma már tudom azt, hogy a magyar felnőtt lakosságnak legalább 80%-a hadilábon áll ezen a téren. És ti aztán egy nagyon válogatott közösség vagytok, de most is, hogy körbenézek a szemelélektükre, és ameddig ellátok, ott azért látok erre egyfajta reakciót. Emberek jönnek az életedben, emberek mennek. Egyszer jobban megy, egyszer még jobban. Bármi történhet a külvilágban körülötted, de egy dolog biztos, saját magaddal fogod leélni az egész életedet. És ezért nagyon nem mindegy az, hogy hogy állsz ezen a téren. A legfontosabb tanácsom felétek az az, hogy ne bántsátok saját magatokat. A legrosszabb dolog, amit tehetsz, hogyha türelmetlen vagy magaddal, és azonnal instant eredményeket akarsz. Ha bármin akarsz változtatni, akkor az első dolog, és sokszor ez a legkeményebb, hogy merj magaddal te is nagyon őszintének lenni. Amikor azt mondom, hogy légy türelmes magaddal, ennek az első lépése az, hogy szembe mersz nézni azzal, hogy hogy állsz most az életed különböző területein. Ha szeretnél változtatni, akkor először nézd meg azt, hogy hogy állsz. Ha le akarsz fogyni, merj ráállni a mérlegre. És azt gondolom, hogy mindegyikünk érzi az életében azt, hogy milyen irányba megy. Ugyanis nincs olyan az életedben, hogy stagnál, az életed vagy egyfolytában jobbá válik, vagy egyre rosszabb irányba megy. És te pontosan érzed, hogy a te életedben ez most hogy van. Én nem tudom megmondani a tiédben, de fontos, hogy te merj magaddal őszinte lenni. Konkrétan, hogyha nem néz szembe az ember ezzel, és érzi egyébként, hogy rossz irányba megy az élete, az hasonlatos, mintha valaki egy felhőkarcoló tetejéről elkezdene zuhanni. És körülbelül a 30. emelet magasságába kiszólna neki valaki az egyik ablakon, hogy hogy vagy? És azt mondja, hogy hát, eddig minden rendben. De érzi azt, hogy nem lesz ennek jó vége. Tehát arra biztatom magunkat, hogy merjünk nagyon őszintének lenni, és pontosan ne tagadjuk a valóságot, a jellegérzéseinket, és nem elfojtást javaslok,
hanem megoldást, fókuszt, váltást. Boldogtalanságunk egyik legfőbb oka az az, hogy túlértékeljük más boldogságát. Mikor látsz a Facebookon valakit, hogy hogy él, azt kérlek legalább tízelozd el. Brutális meló van abban, hogy valaki egy gusztusos képet kitegyen. Legyen szó mondjuk a reggeliéről. Abban legalább egy fél óra meló van. Ez nem úgy van, ahogy egyébként az ember enni szokott. Tehát ott el kell rakni a sótartót, ott nem lehet összegyűrődve a terítő, a percsnit le kell takarni, tehát a fények azok úgy legyenek. Ez nem úgy van, csak kattintok egyet és kész. És akkor még csak a reggeliről beszéltem. A legszomorúbb tény az, hogy ma a világban a legtöbben csak a profilképükön mosolyognak. Látsz valakit, mint egy fotomodell. Így pózol, találkozol vele szemben az utcán, azt mondja, Jézusom, ez ki? Nem kritizálni akarok senkit, az egész egyszerűen a szépség az tényleg alapvetően belülről fakad. Nézd meg egy kisbabát, hogy mi van a szemében, ott van az egész világ. Most tudom, miről beszélek, ugye 4 hónapos a kisfiam, belenézek a szemébe, és ott van az egész univerzum, egy csoda, egy határtalan, egy olyan hit, amit felnőttként a nagyítóval keresett az emberek között. Ez szomorú, hogy ennyire a külvilágnak ér a többség, és persze lehet, hogy azt gondolod, de hát én nem rólam beszél. Van olyan, biztos. Olyan dolgokat teszel az életedben, amik lehet, hogy senki másnak nem tetszenek, de te élvezed. Vagy inkább olyan dolgokat teszel, ami mindenkinek tetszik, de te szenvedsz közben. És közben még mosolyoghatsz is, hogy azt higgyék, hogy te mennyire boldog vagy. Ugye van az én kép, és van az én ideál. A kettő között mi a különbség? Az én kép az, ahogy az ember látja saját magát az élet különböző területein, ennek az összességét hívjuk én képnek. Azt mondta, hogy ez vagyok én. Adsz magadnak egy pontszámot 1-től 10-ig, hogy mennyire vagy jó pasi, vagy nő, mennyire vagy jó vállalkozásban, mennyire vagy jó sportban, mennyire főzöl jól, mennyire vagy jó szülő, mennyire vagy jó gyermek, különböző dolgok lehetnek. Tehát van egy ilyen, amit magadról gondolsz, és az én ideál az pedig az, hogy ideális esetben milyen lennél. És hogyha a mindennapokban haladsz abba az irányba, hogy az én képed és az én ideálod az egyre közelebb kerül egymáshoz, akkor vagy boldog. És amikor az én képed és az én ideálod egyre messzebb van egymástól, akkor egyre boldogtalanabb leszel. És amikor az emberek többsége megérzi azt, hogy az én képe és az én ideálja távolodik, akkor még görcsösebben elkezdi erőltetni, vetíteni azt, hogy ő aztán kutyára boldog. Mindenem rendben van, tök oké. Okay. Ez egyébként, figyelj, amikor valaki megkérdezi, hogy hogy vagy, nem mindig az a válasz, hogy minden oké. Okay. Mert lehet olyan, hogy nem. Ez például a pozitív hozzáállás, amikor azt mondta, hogy most gáz van. Most gáz van, próbálom belőle kihozni a legjobbat, nehezen megy. Nagyon megviselt. Ettől még te lehetsz pozitív. Ugye mi a különbség a között, aki úgy van padlón, hogy egyébként pozitív hozzáállású, vagy úgy negatív, hogy ezen nem is akar változtatni. Különbség az az, hogy aki nem is akar változtatni, ő csak arra törekszik, hogy a többieket is lehúzza. Aki pedig akar, ő azt mondja, hogy igen, én most negatív vagyok, érzem, de változtatni akarok. Itt az elfogadás az itt nyilvánul meg, hogy fogadd el azt, ha negatív vagy. Nincs azzal semmi gond, tök rendben van. Én most egy negatív periódusban vagyok. Nem vagyok jóba magammal. Tehát például, amikor azt mondtam, hogy önelfogadás, az önelfogadáshoz vezető út az egyik legfontosabb az, hogy szembe mer nézni az, hogy most hogy állsz magaddal. Most szereted a magad. És Magyarországon sajnálatos módon meglátásom, eddigi tapasztalatom a sok ezer ember kapcsán, aki eddig megtisztelt az, hogy eljött a tréningjeimre, legalább 80%-a hadilábon áll magával. És ahhoz kell tökösnek lenni, hogy az ember azt merje mondani, hogy basszus, nem vagyok jóban magammal, de akarok változtatni. Ez egy tökös hozzáállás.
Amikor valaki kívül keresi a megoldást, akkor ez nem lesz célra vezető. Mennyire fontos az, hogy láss magad előtt egy célt, lásd azt, hogy miért ébredsz fel reggelente. Neked van-e reménysugarad? Te reggelente tudod-e, hogy miért kelsz fel? Neked van-e kerozin? Van-e olyan, amitől töltődsz folyamatosan, vagy csak azt érzed, hogy minden nap hullafáradt vagy, hogy minden nap ideges vagy, hogy nyomasztanak a körülmények, hogy nem érzed jól magad az életedben? És tisztelet a kivételnek, sajnos ma a világban a legtöbbünket ez érinti. És ez onnan indul az egész, hogy az életedben a két legtöbb időt az hol töltöd? Munkahelyen és ágyban. Találd meg azt, hogy mi a te hivatásod, mi az, amitől te tele vagy energiával, mi az, amit akkor is csinálnál, hogyha egy forintot, vagy egy lejt, vagy egy eurót, vagy semmit nem kapnál érte. Mindenkinek van ilyen. Nehogy azt hidd, kérlek, hogy ez néhány szerencsésnek adatott meg a világban. Ez nem így van. Csak hogy ott voltál gyerekként, megint visszamegyek a múltba, és be kellett x-elni valamit, hogy mi leszel, ha nagy leszel. Szerencsés az ember, akinek akkor volt egy olyan támogató közege, ahol nem a kell listája alapján volt, hogy tanulni kell, pénzt kell keresni, meg kell élni. Ne csak olyan magasztos dolgokra gondoljatok, mint hogyha valaki azt mondom, hogy államelnök lesz, vagy Teréz anya, nem csak ez lehet hivatás, hanem lehetnek olyan polgári foglalkozások is, amikben az ember az egyik esetben jól érzi magát, a másikban nem. A saját életedben találd meg azt, hogy mi az, amit akkor is csinálnál, ha nem kapnál pénzt érte. Azt érdemes megnézni, hogy ma már mi a mércéje az értéknek, lájkokban mérik. Tehát, hogyha valaki tetszikeli a te tevékenységedet, akkor jó vagy, ha nem tetszikeli, akkor nem vagy jó. Ez sajnálatos, ha megnézzük azt, hogy ez egy újkori rettenet, és hogy valaki ettől teszi függővé a cselekedetét vagy sem, nem véletlen a mondás, hogy a temető a leggazdagabb hely a világon. Mert ott van eltemetve a legtöbb meg nem valósított álom. Ott van eltemetve a legtöbb meg nem írt vers, dal, költemény, olyan művek, remek művek, amik a másoktól, kritikától való félelemtől annak köszönhetően nem kelt életre. Ez nagyon-nagyon sajnálatos. Ugye Maya Angelou-nak volt egy ilyen fantasztikus mondása, hogy egy madárka nem azért dalol, mert mindenre tudja a választ, hanem azért, mert van egy dal a szívében, ami kikívánkozik belőle. És ez a nem mindegy, emberek, hogy a közönséged méretétől teszed-e függővé azt, hogy alkotsz-e valamit. Fontos, hogy tudd, hogy mindig napfelkelt előtt van a legsötétebb. Hogyha érzed a szívedből azt, hogy ez a te utad, akkor az ítélkezés miatt abban ne hagyd, kérlek. Fogadjátok el, hogy ez szerves része az életben. Bármit csinálsz. Ha nem csinálsz semmit, akkor azért fognak kritizálni. Az ítélkezés az tutira megy. Mert még erre sem vagy képes, hogy változtass. Ha változtatsz, akkor meg azért kritizálnak. Hova lesz az, hogy az ember kimere állni a saját véleményéért? Hányan vannak, akik a negatív környezet hatására kimernek állni a véleményükért? Amikor elkezdenek téged mindenfélének lehordani. Emberek 99%-a ilyenkor visszahúzódik. Hó, akkor inkább nem kell. Legyünk csendben. És már nem meri elmondani a saját véleményét, nem meri azt mondani, hogy én másképpen látom az élet dolgait. Van erről egy fantasztikus történet, amikor az iskolába gyerekeknek felállítanak egy csillagvizsgálót, hogy gyönyörködjenek az égboltban, lássák az égi testeket. És elkezdenek, ugye sorbálnak a gyerekek, egymás után mennek oda, néznek bele, és mondják, hogy Úristen, milyen gyönyörű, azt a minél, ez fantasztikus, Úristen, ilyen szépet még sosem láttam. És az utolsó előtti gyerek, mikor oda megy, belenéz, és azt mondja, hogy hát ez tök sötét, én nem látok semmit. És azt mondja a tanár, hogy nézzed már rendesen, milyen gyerek, nézzed már, hát ott van. És mondja, hogy én tanárnő semmit nem látok, ez tök sötét. Belenéz a tanár, azt mondja, hát ez tényleg tök sötét. Nem vették le az elejét a csillagvizsgálónak róla, és az összes gyerek dicsérte, hogy milyen gyönyörű az ég. Miért? Mert félt attól, hogy lehülyézik. Mert nem merte azt mondani, hogy nem lát egy csillagot se. Te elmered-e mondani azt, hogy nem tudod valamire? Hogy elmered azt mondani, hogy ne haragudj, én nem értek ezzel egyet. Nekem tök más a véleményem. Milyen érdekes a konformitás. Hogy kimersz-e lógni a sorból. A világ arra nevel most minket, hogy egyforma legyen mindenki.
De mit lehet tenni, ha az ember szeretné ezt rendbe hozni? Az egyik ilyen dolog, hogy arra törekszik, hogy integritásban éljen. Az integritásnak kettő összetevője van, és két kérdést tudsz magadnak esténként feltenni. Az első az, hogy mindig azt mondom-e, amit gondolok. Este megkérdezed magadtól lefekvésőt, hogy ma azt mondtam mindig, amit gondolok? A másik kérdés meg mindig azt teszem-e, amit mondok? Ezek egyszerű dolgok? Nagyon egyszerű dolgok. Könnyű dolgok? Nagyon nem. Nagyon nehéz dolgok. Ez nem így működik. De tanulható. Türelemmel és elfogadással is. Ki az, aki jobban érzi magát a saját bőrében? Egy gyermek, vagy egy felnőtt? Egy gátlástalan gyermek, vagy egy gátlásokkal teli felnőtt? És mi a földi létünk egyetlen célja? Hogy jól érezd magad a bőrödben. És ezt mondhatjuk, hogy ehhez az kell, hogy szeress, hogy szerethess, hogy szeressenek téged, hogy céljaid legyenek, hogy stb. Stb. Hogy tanulj, hogy tapasztalj. De az egésznek az a célja, hogy jól érezd magad a saját bőrödben. Így van? Ki az, aki egyetért ezzel? Tehát mindenki jobban akarja érezni magát a bőrében, és ez teljesen normális. Az más kérdés, hogy milyen árat vagyunk hajlandóak ezért fizetni. Ahogy telnek az évek, már nem elég az, hogy pukizol, és azért szeretnek. Vagy ki az, akit még azért szeretnek, mert annyira jól tud fingani. Szóval elmegyünk abba az irányba, hogy szinte bármit megadnánk, csak újra megkapjuk a szeretetet. Újra érezzük, hogy elég jók vagyunk, és elég szerethetőek vagyunk. És nem spórolok a jelzőkkel, emberek, drogosok leszünk. Drogosok leszünk. Ugyanúgy kell nekünk ez a dózis, mint a kábítószer. Hogy érezd azt, amikor egy emberrel beszélsz, hogy elég jó vagy. Érezd azt, hogy szeretetre méltó vagy. És ezért bármeddig elmegyünk, akár önfeláldozásban, akár akaratosságban, szélsőségeket mondok nyilván, és lehet úgy tűnik neked, hogy karikírozok, de kérlek, ha annyit teszel a ma este után, hogy nyakon csíped magad minden ilyen helyzetben, minden este kérdezd meg magadtól kettő dolgot, és rá fogsz jönni, hogy mennyire igaz, amiről most beszélek. Az egyik, hogy mindig azt mondod-e, amit gondolsz. A másik, hogy mindig azt teszed-e, amit mondasz. Egyszerű dolog ez? Igen. Könnyű? Nem. Gondolkozzal azon, légy szíves, hogy ma miért aggódsz, és hogy mekkora az esély annak, hogy ez 10 év múlva az életedben bármilyen szempontból fog számítani. Ha ezzel nem értesz egyet, akkor idézd fel, kérlek, hogy 10 évvel ezelőtt mi miatt aggódtál. Ki az, aki emlékszik innen a teremből, hogy 10 éve miért aggódott? Ilyen 8-10 kezet látok a tömegből. Ezek általában, amikor 4 szem közt rákérdezek, akkor a legtöbb esetben egy szeretett személy elvesztése például, amit még nem tud mindig feldolgozni, vagy egy olyan hibás döntés, ami miatt még mindig magát marcangolja. 99%-a az embereknek nem is emlékszik rá, hogy 10 éve miért aggódott. Akkor miért feltételezed, hogy ami miatt most aggódsz, annak 10 év múlva lesz bármi jelentőség az életedben? Amikor elkezdesz valamiatt aggódni, akkor az megnő az életedbe, elkezded azt locsolni. Képzeld azt el, hogy ez a kis technikai eszköz szimbolizálja az aggódást, oké? Okay? Akkor, amikor elkezdesz aggódni, akkor ez még picike az életedben. Arányaiban, ahhoz képest, ami van az életedben, még ilyen picike. Minél többet figyelsz az aggodalmaidra, az elkezd nőni az életedben, és egyre nagyobb lesz, egyre nagyobb lesz. De maga az aggódás az nem nő, csak te már semmi más nem fogsz látni az életedben, csak egy nagy-nagy aggódást. És amikor azt megkérdezed magadtól, hogy fog-e ezt számítani bármit is 10 év múlva, akkor nem az aggódás mérete fog megváltozni, hanem az, ahogy erre te tekintesz, egy más idősávon, egy más léptékben, mert azt mondod, hogy én emiatt aggódtam. De ha hagyod, hogy elhatalmasodjon ez rajtad, akkor már nem tudsz örülni semminek az életben, mert csak ezt látod. A jó hír az,
Ha ezeket a kérdéseket felteszed magadnak, akkor ezek az aggódás elkezd távolabb kerülni, és észreveszel rengeteg gyönyörű dolgot az életedben. Két helyről lehet célokat kitűzni. A fejedből és a szívedből. És a fejedből, amikor a fejedből tűzöl ki célt, akkor nem lesz meg hozzá az erőd. Amikor a szívedből, akkor azt érzed, csak nagyon sokszor elnyomod, és elkezded megmagyarázni, hogy miért mégsem az. De amikor a szívedből érzel valamit, az ott duruzsol neked, ezt hívják intuíciónak, megérzésnek. Az a kis hangocska, ami a gyerekeknél még nagyon erős, de aztán ahogy felnövünk, elhalkul, és lassan már nem vagyunk hajlandók meghallani. És megmagyarázzuk, hogy miért jó nekünk úgy, ahogy van. Vagy megmagyarázzuk azt, hogy miért nincs választásunk. Vagy megmagyarázzuk azt, hogy miért más a hibás, meg miért Szabó Péter. Én amikor arra gondolok, hogy meg fogok halni, akkor én igenis azt mondom, hogy ha egyszer eljön, és ez lehet, hogy ma este lesz, lehet, hogy holnap reggel, honnan tudjam? Ember tervez, Isten végez. Bármiben is hiszel, hívhatod univerzumnak, vagy bárhogyan. Nem rajtad múlik. Az, hogy mikor születsz meg, az sem. Az, hogy mikor halsz meg, az sem rajtad múlik, de az, hogy a kettő között mit csinálsz, az csak tőled függ. Csak eddig a pontig juss el, kérlek, hogy legyél magaddal nagyon-nagyon őszinte. Ezt merd elmondani. Tudom, hogy választhatnék másképpen, csak nincs erőm, nincs bátorságom, nem merem, majd jövőre. De ha semmin sem változtatsz, akkor egy év múlva két dologra számíthatsz. Egy évvel idősebb leszel, és kétszer olyan frusztrált. Azt mondta, hogy megint eltelt egy év. Te mit hiszel el magadról, hogy neked mi jár? Mi az, ami az élettől neked jár? Hadd kérdezzem meg tőletek, hogyha látnátok egy hirdetést, egy házat látnátok, hogy eladó. Pont azon a környéken, pont egy olyan házat, ami erre mindig is vágytatok, egyetlen egy hibája lenne, úgymond hibája, elképesztően olcsó. Megnézed a hirdetést, megnézed még egyszer, megnézed még ötször, és azt látod, hogy abban az utcában van akkora minden stimmel, csak egyszerűen nagyon olcsó. Mindegy, hát azt mondta, hogy oké, felhívom, megkérdezem, és kiderül, hogy egy idős házas pár. A tulajdon ez az ingatlan, ketten maradtak benne, már nem élvezik, már nem élik be, nem lakják be, és ezért akarják eladni. Szóval fogalmuk sincsen arról, hogy sokkal többet ér. Ki az, aki megvásárolna ezt az ingatlant azon az áron, amennyire ők akarják adni, nem foglalkozva azzal, hogy ő tudja azt, hogy sokkal többet ér, és nem szólna nekik. Több mint 60% egy anonim felmérésben azt mondja, hogy az ő baja, hát mit bánom én megveszem. Azért vannak, akik nem tették fel a kezdőket, de biztos vagyok benne, hogy hezitáltak, hogy hát azért tényleg az ő baja, csak megvenném. Most miről szól ez a kérdés valójában? Az élet annyit ad neked, amennyit te úgy gondolod, hogy megérdemelsz. Az élet meg fog venni annyiért, amennyiért te adod magad. Ha te azt gondolod, hogy neked egy sanyarú sors jár öregségedre, örüljünk, hogy élünk, örüljünk, hogy ez is van, akkor az élet azt fogja mondani, hogy jó, hát akkor dolgozz ennyiért, szenvedj ennyit, verjenek át megint, és a többi. Miért van az, hogy azt látod, hogy vannak emberek, akikkel egyfolytában jó dolgok történnek, hogy rohadjanak meg, nem? Annak minden összejön. Nekem meg semmi. Miért van az? Hogy lehet ez? Ez nem korrekt, nem? Mert mi lenne, ha nem kívül keresnéd a megoldást, és te kezdenél el másképpen tekinteni a világra, a lehetőségekre, saját magadra, és elkezdenél arra fókuszálni. A legnagyobb börtön, amiben ember csak élhet, amikor mások véleményétől félve él. És sajnos nagyon-nagyon kevés kivétellel, és azok is egyébként 6 évnél fiatalabbak.
Az emberek rettegnek a megítéléstől, a környezettől érkező kritikától. És ennek kapcsán hadd hozzam megint példának segítségül a természetet. Olyan gyönyörűségesen látszik az, hogy az állat és a növényvilágban mennyire másképpen dolgoznak, vagy történnek a dolgok. Tehát nem láttál még depressziós almafát, ugye? Szerinted egy almafát mennyire érdekel, hogy a gyümölcse fog-e neked ízleni? Amikor egy almafa nő, és megjelenik rajta a termés, akkor mennyit szorong az almafa, hogy te mit fog szólni hozzá? Úristen, vajon fog ízleni az almám? Amikor te teszel valamit, mennyire félsz attól, hogy hogyan fogja fogadni a környezet? Hogy mennyire fog tetszeni, hogy mennyire lesz elég jó, hogy mennyire leszel szerethető, és mennyire leszel elég jó a számukra. Szeretném, ha tudnád, hogy senkinek sem fog minden alma ízleni. Senkinek sem fog tetszeni minden, amit te csinálsz, vagy nem csinálsz. Soha. És ezért mondom azt, hogy akkor már sokkal jobban jársz, ha mersz önmagad lenni, és vállalod, hogy így sem fogsz mindenkinek tetszeni. Az illúzió az ott történik, az akkor van, amikor azt hiszed, hogy ha te megpróbálsz a szélrózsa minden irányába megfelelni, akkor elég jó leszel, de erre esélyed nincsen. Semmilyen körülmények között. Nem tudom, tudjátok-e, de a világ több részén vannak olyanok, ahol szeretettel gyógyítanak. Tehát vannak erről felvételek emberek, ahol azt csinálják, hogy egy ilyen mikroszkóppal mutatják, és azt, hogy egy ilyen tibeti szerzetesek, meg ilyen nagyon-nagyon magas energiaszinten rezgő emberek elkezdenek arra az emberre koncentrálni, akkor ott fekszik betegen, elkezdenek szeretetet küldeni fel akármi, és láthatóan a tumor húzódik össze emberek. Tehát ez felfoghatatlan, hogy milyen erő van ebbe az egészbe, hogy te megmered nyitni azt, ami benned van, és elkezdesz az iránti szeretettel fordulni, aki éppen téged bánt. Ugye a szeretetnek vannak különböző szintjei. Van, amikor koldulod a szeretetet. Tehát van az, amikor azt mondod, hogy igazából bármit megadnál. És pont ez történik akkor is, amikor más szítsz, amikor balhézol, van, aki ezért ordibál, van, aki sír, tehát bármilyen lehet, de koldulod a szeretetet. Van a következő, amikor méricskéled a szeretetet. Te elkezded azt mondani, hogy Lara, egy kicsit szeressél, akkor én is szeretlek. Benne vagy? Az emberi kapcsolatokban egyébként ez a két kategória a legjellemzőbb, leggyakoribb. Ja, és ráadásul a másik kezdje. Tehát ha kapok egy kis szeretetet, akkor ugyanannyit visszaadok. Abba ez egy korrekt csere. De mivel mindenki arra vár, hogy a másik kezdje, ezért mindenki éhezi. És ezért szoktam mondani nagy-nagy szeretettel, hogy add azt, amire vágysz. És a harmadik szint, ezután a méricskélés után, amikor azt mondod, hogy feltétel nélküli szeretet. Tehát egész egyszerűen, ki az, aki volt már szerelmes közületek? Mert akkor teljesen mindegy, hogy mit csinál a másik. Teljesen mindegy, hogy mi van. Nincsenek így elvárásait, hanem rózsaszín az egész, és csak adod, és mindegy. Tök mindegy, mit csinál. Te csak azt mondod, hogy Istenem, hát én úgy szeretem. És lehet, hogy belédrug, és lehet, hogy bárhogyan is belédrug, mentálisan, fizikálisan, bármi, de te szereted, adod, mindegy, hogy jön-e vissza, nem méricskéled, hanem csak adod. És van az a szint, ami meg szerintem a világon talán két kezünkön megszámolható, amikor már azokat is tudod szeretni, akik téged bántanak. Jézus például, vagy Nelson Mandela. Hogyha elkezdesz ölelni, akkor megnyílik benned egy olyan érzelemvilág, egy olyan más szintre kerülsz. Már nem a problémákat nézed, már nem azt mérlegeled, hogy most hát mit szeressek én az Istvánba, hát most alig ismerem, hanem azt érzed, hogy ember. És nagyon érdekes, nem tudom, hogy láttátok-e, a Michael Jacksonnak volt Romániában egy koncertje, ahol tizenvalahány percig állt a színpadon csukott szemmel, és semmit nem csinált igazából, csak így állt, és a zene, ez a felhúzó zene ment végig, és a tömeg örjöngött. Egyértelmű az, hogy ő annyit csinált, hogy azt a mérhetetlen szeretetet, ami a sok-sok ezer emberből árad felé, ő ezt bemerte fogadni, és adta vissza az embereknek, áramoltatta. És az egész ölelés az erről szól, hogy egyszerűen megmered engedni, hogy valaki téged megöleljen, te belemered adni magad az ölelésbe, és ez egy olyan áramlás itt a teremben, az egész hihetetlen, hogy mekkora ereje van.